Végzetes következményekkel járna a nagy adóssággal küzdő Portugáliára nézve egy esetleges görög csőd, jelentette ki az ország miniszterelnöke. Pedro Passos Coelho a portugál tévének nyilatkozva beszélt erről. Nem zárta ki azt sem, hogy Lisszabon, Athénhoz hasonlóan újabb nemzetközi segélycsomagra szorul. Görögországgal azonosítjuk magunkat? Hangzott a riporteri kérdés, amelyre a portugál kormányfő azt felelte, épp az ellenkezőjét igyekeznek csinálni, mint a görögök. Nincsenek kétségeik, hogy nagyon nehéz lesz az ország adósságát eltüntetni, nagy a bizonytalanság is, hiszen lehet, hogy egy uniós ország megy csődbe. Ez Portugália számára a pénzügyi, banki és gazdasági szempontból katasztrofális következményekkel járhat, mondta a miniszterelnök. A kérdésre, hogy felkészült-e a kormány erre az eshetőségre, a kormányfő azt mondta, felelőtlenség lenne, ha nem készülnének fel ilyesmire. Ha valami nagyon rossz történik, fontos, hogy aki segíteni tud, például az egész pénzügyi rendszer, az erősítse segélyprogramjait, hogy mindenki meg lehessen győződve arról, ami Görögországgal megtörtént, az Portugáliával nem történhet meg. Arra az esetre, ha valami szörnyű történik Görögországgal, a portugál kormányfő nem zárta ki, hogy országa is rászorulhat egy második nemzetközi mentőcsomagra.